reggeli személy. Itt van velünk a stúdióban Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És Lengyelországról is, meg hát persze az orosz-ukrán háború kapcsán szeretném az ön véleményét kérdeni. Orbán Viktor tegnap azt mondta a parlamentben, hogy a nyugati konzervatív világ utolsó bástyája, két bástyája, Lengyelország és Magyarország. Nyilvánvalóan erre alapoz a magyar kormány, hogy van egy ideológiai közösség a lengyel kormánypárttal, a Jog és Igazságossággal, illetve annak kisebb jobboldali koalíciós társaival. Nem tudom, hogy ennek egyébként most milyen jelentősége van a jelenlegi európai vagy világpolitikában. Azt hiszem, inkább ez egy kapaszkodó. Azt gondolom, annak talán nagyobb jelentősége van, amit Novák Katalin mondott, a államfő asszony mondott a beiktatási beszédében az orosz-ukrán háborúról, és ahogy azt megfogalmazta, ugye tudjuk, hogy most utazik oda az államfő Varsóban, mint első hivatalos útja. Tehát én azt gondolom, de nyilván ez is egy jelképes út, mert régen, amit a miniszterelnök, Ausztria volt az első szomszéd, ahova mentek, ha jól emlékszem. Nyilván az előtt a Szovjetunióba mentek, mindegy. De nyilván annak is egy jelképereje van. Orbán Viktor mindig Lengyelországba utazott az összes miniszterelnöki beiktatása után, 98-tól kezdve mindig Varsóba utazott először. Most történt meg az, hogy nem... fogadták, mert nem utazott, nem is volt ez már napirenden, ugye már a háború bőven tartott, amikor a magyar választások eldőltek, illetve hát ugye most lesz kormányalakítás, nem tudjuk egyébként, hogy hivatalosan az első útja oda fog-e vezetni. Volt egy látogatása már a választások óta a Vatikánban, ezt tudjuk, de még az, mint ügyvezető kormányfő, ugye a választás után még nincs hivatalban a kormány. Nem tudjuk, hogy Varsóba fog-e vezetni az első útja, Novák Katalin oda vezet. Nem kizárt, hogy ez a konzervativizmusra való hivatkozás is ezt szeretné előkészíteni, hogy a lengyelekben újra felé lesz-e, vagy tudatosítsa, hogy de azért mi egy oldalon állunk valójában. Mondom én ezt most a kormány nevében. Világos. A Lengyelország álláspontja az orosz-ukrán háborúban nagyon egyértelmű, hogy ki mellett állnak, és majd kíváncsi vagyok, hogy erről mit tud egészen tevőlegesen is, hiszen majdnem 4 millió ukrán menekültet relatíve jó viszonyok között segítenek Ukrajnában. Miközben látjuk, hogy Magyarország éppen lehet, hogy ezekben a percekben akadályozza meg az Unió 6. szankciós csomagjának az elfogadását Brüsszelben. És hát nyilván Lengyelországban is szükség volt, vagy lehet az olaj, gázra, olajra és a többire. De a lengyel politika konzekvens ebben a posztszovjet térséggel való viszonyban, tehát ők ezt 30 éve képviselik, ezt az álláspontot, hogy a posztszovjet államokat, tehát a baltiakat, Beloruszt, Ukrajnát, Moldovát minden eszközzel, minden rendelkezésre álló eszközzel erősíteni kell, szuverenitásukat kell erősíteni, a védelmüket kell erősíteni, és hát az orosz térről való leszakadásukat kell erősíteni, egyúttal közelíteni az Európai Unió. Ez általában ugye a válságos periódusokban tűnik ki, hogy akkor, amikor tényleg szint kell vallani, hogy valaki ezt csak mondja, vagy valaki ezt teszi is. De a lengyelek ugye 2004-ben a narancsos forradalom idején is aktívan kivették a részüket, most már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Alekszander Kvasnyevszki baloldali államfő volt az, aki annak idején kikényszerítette, vagy hát tárgyalóasztalhoz ültette a két felet, Janukovicsot és Juscsenkót, és ugye ennek következménye volt az a kompromisszum, hogy az elcsalt második fordulós elnökválasztást megismételték, és azt megnyerték a narancsosok. Tehát aktívan szerepet vállaltak a lengyelek is akkor. Ebben nem akarták már akkor sem, hogy orosz befolyás alá kerüljön Ukrajna. 2014-ben ugyanezt látjuk, és azóta az elmúlt 8 évben ugyanezt látjuk. Én azt gondolom, tehát akkor ez egy ilyen baloldali, jobboldali szövetség Lengyelországban, ebben nincs ottan a egyébként nagyon éles politikai viták között ellentét. Nem, mert ebben konszenzus van a lengyel politikai elitben,
hogy 1945-ben máshova került egy kicsit Lengyelország, mint ahol 39 előtt volt. Nagyarébb tolták. Egy kicsit nyugatra lett tolva, egy jó 200-250 kilométerre. Ugye a keleti részét megkapta a Szovjetunió, kárpótolták nyugat felől, igen, hogy ez a Poznány felüli oldala. Igen, meg a tengerpart, illetve Sziléziával. És hát levonták azt a következtetést, hogy hát ez a status quo megkérdőjelezhetetlen, ezt már senki nem fogja visszaállítani, és igazából nem is érdekel Lengyelországnak, hiszen végre egy homogén lengyel, etnikailag is vallásilag homogén lengyel állam létrejött, tehát ez egy stabil állam, nincs arra szükség, hogy területeket szerezzenek keleten, tehát inkább ezt tovább gondolva sokkal jobb a régiónak és Lengyelország biztonságpolitikai céljainak megfelelően, ha majd egyszer a Szovjetunió ugye felbomlik, ugye ezt feltételezték azért a lengyel emigránsok 45 és 90 között, hogy eljön ez az időszak. És eljön. Persze lehet mondani, hogy Párizsban az íróasztalnál tét nélkül bármit lehet írni és mondani, de hát végül is eljött, akkor az a feladata lesz Lengyelországnak, hogy ne legyen határos Oroszországgal, Oroszország befolyását szorítsák vissza minél keletebbre, és viszont itt úgyis lesznek, itt vannak különböző nemzetek, akiknek ha mi segítünk, mármint mi lengyelek, akkor ők barátságosak lesznek velünk, és végül is nem csak, hogy egy ütköző zónát nyerünk, hanem még szövetségeseket is, úgyhogy duplá jó. De valahol ez igazából minden közép-európai, most szűken vett közép-európai államról beszélek, aki nem tartozott a Szovjetunióhoz, valahol érdeke ez, hogy minél távolabb tartsuk a nagy keleti kolosszust a régiónktól. Hát ez a magyar külpolitika nem mindig látja így. Mint ebben a pillanatban sem. Hát azt gondolom, igen, hát a magyar külpolitikáról is, ha kell, akkor beszélni, hogy mi a különbség. Itt inkább én úgy látom, hogy továbbra is azt gondolja a magyar külpolitikai stratégia, hogy nekünk az a jó, ha ezek az államok itt a régióban nem túl erősek, beleértve Ukrajnát, egyébként megjegyzem zárójelben Lengyelországot is beleértve, hanem nekünk a nagy oroszokkal és a nagy németekkel kell együttműködni, velük kell jobban lenni, tőlük függünk gazdaságilag, és egyébként hát a Balkánon próbáljunk megkeresni szövetségeseket, hát látjuk, hogy általában ez a szerb-török vonal működik. Na most ugye jelen, ez nem mondom, hogy ez nem egy legitim külpolitikai stratégia, csak éppen most jelen pillanatban Oroszország kiírta magát a nemzetközi politikai térből, befolyása lényegében nullára csökkent, nem lehet vele konkrétan sem együttműködni, sem semmit bizniszelni sem. Hát látjuk, hogy a Balkánon is olyan egyértelmű, hiszen azért ezek általában változnak, ugye mondjuk ez nagyon heterogén az egész, Törökország NATO-tag, Szerbia nem NATO-tag, ugye most ráadásul Törökország NATO-tag létére mégsem támogatja a skandináv államok NATO csatlakozását. Vagy kér érte valamit. Tehát nem egyértelműek ezek a szövetségek, hát rendkívül heterogén, mindenkinek más érdeke van, tehát igazából most azt látni, hogy akkor annyi maradt, hogy akkor a német vonalat kövesse a magyar kormány, ameddig a németek... Ami mondjuk szintén változott, mert ugye a Merkeli és a Scholz politika nem ugyanaz. Így van, és a Scholz is változik láthatólag. Tehát nagyon nehéz ezt így... Jó, a világ is változik, tehát az, hogy változnak a megítélése a dolgoknak, az természetes talán. Mondjuk, amíg egy lengyel-orosz viszonyra visszatérhetünk, hogy azért a lengyel politikában annyira benne van ez a történelmében is, nem csak a mai reálpolitikai helyzetben ez az orosz ellenesség, nem csak a 17-18-19. Században is, de hát a második világháborúban elszenvedett sérelmek, ugye a Sztálin-Hitler paktumtól kezdve, mi történik Varsóban 44-ben, utána mi történik, egészen odáig, hogy Kvasnyevszki meg van róla győződve, hogy a testvérét az oroszok ölték meg, mert úgy nem magától zuhant le. Mit mondtam, bocsánat? Kvasnyevszki. Csak előbb mondta Kvasnyevszki elnöket. Bocsánat, Kaczynszki, tehát a két Kaczynszki. Igen, hát ez a legnagyobb
ez szerintem egyébként az alapvető különbség, mert amiről az előbb beszéltünk, azok oké, jelen stratégiák. A kiinduló pont igen, hogy a magyar állam vagy politikai elit nem érzi veszélyeztetve a magyar függetlenséget, szuverenitást, bármit mond, de valójában nem érzi azt, hogy az állami lét veszélybe van. A lengyel külpolitikát viszont azt határozza meg, hogy folyamatosan pont az előbb itt felsorolt történelmi tapasztalatokból kifolyólag az az alapvető tézis, hogy a lengyel állam léte folyamatosan veszélybe van. Általában ugye a német-orosz-szovjet együttműködésnek köszönhetően. A németek ebből a veszélyből azért kikerültek, hiszen Németország 45 után elég jelentősen megváltoztatta a külpolitikáját és a belpolitikáját, és szembenézett a birodalmi ambíciók következményeivel, és talán el is mondott erről, legalábbis fegyveres úton való megvalósításáról egészen biztos, hogy lemondott erről. Miközben a nagy keleti szomszéd nem mondott le erről, és ennek itt látjuk a tanúbizonyságot. Tehát a lengyelek külpolitikával adódik, hogy ők féltik azt, hogy benne van a pakli, hogy Lengyelország megszűnhet létezni, vagy megszűnhet ilyen formában létezni, ahogy létezik, és hát erre az elmúlt 250-300 évben számtalan példa volt, hogy nem is létezett Lengyelország, vagy ha létezett, akkor függőségben volt. Tehát ez az alapvető különbség. Magyarországon ez a félelem, én ennek a nyomát sem tapasztalom, tehát ez jó, ha nincs veszélyben Magyarország. Persze. Nem azt mondom, hogy legyen veszélyben, és akkor azért legyen más külpolitikánk, csak ez egy alapvető különbség. Igen, nem tudom, Lengyelország mennyire van veszélyben, bár az kétségkívül, hogy már elhangzottak a félelem, hogy Lengyelországot is nácitlanítani kell, mondják egyes oroszok, és ugye ez volt a szöveg, egyik szöveg Ukrajnával kapcsolatban, és most az más kérdés, hogy így a hagyományos katonai erővel Oroszország, már Lengyelországra, aminek egy komoly hadserege van, és egy másik 40 milliós országról beszélünk, NATO tagállamról, ráadásul nem lenne egy olyan egyszerű falat. Katonai szempontból biztos, hogy nem, sőt, én azt feltételezem, hogy a lengyel hadsereg az komolyabb, mint az ukrán. Hát sokkal komolyabb, és valószínűleg, ha most az atomfegyverekről nem, az atomfegyvereket kivonjuk ebből, akkor nem tudná Oroszország Lengyelországot jelen pillanatban szerintem legyőzni katonailag, de az biztos, hogy Vlagyimir Putyin elnöknek az elmúlt 3-4 évben több olyan beszéde és tanulmánya jelent meg, általában ilyen világháborús évfordulókra, vagy Molotov-Ribbentrop paktum aláírásának évfordulójára, amiben Lengyelország volt az egyik fő célpont, tehát ott mindig arról írt, hogy Lengyelország, a lengyel politikai elit tehetett arról, hogy 39-ben meg kellett szállni, tehát ők tették tönkre az országot, a lengyel politikai elit felelős a második világháború kirobbanásáért, és így tovább, és hogy most is ugye háborús uszítóként jelenik meg, tehát ezt visszamenőleg 3-4 évre Putyin beszédeiből, hát némelyik nagy komolyabb diplomáciai botrányt is kavart lengyel és az ukrán, illetve bocsánat, orosz. Lengyel és az orosz külügy között. Elnökök, Andrzej Duda adott ki nyilatkozatot, hogy Vlagyimir Putyin történelmet hamisít. Tehát ennek már megvannak az előjelei. Nyilvánvalóan ez egy óriási védelem, és ezt mindig elmondom, hogy NATO tagország Lengyelország, NATO tagország Magyarország, ez véd meg minket. Ha Ukrajna NATO tagország lenne, akkor nem lenne ez a háború. Mert ugye mindig azt mondják, hogy a NATO terjeszkedés félelemből támad Oroszország. Hát bárcsak NATO tagállam lenne Ukrajna, akkor nem lenne ez az egész, hiszen azért az látszik, hogy akkor nem meri megtámadni Oroszország. Oroszország nem akarja megtámadni a NATO tagállamokat, nem véletlen, hogy a finn és svéd állam is mielőbb szeretne a NATO tagja lenni, hiszen úgy látszik, hogy ez a semleges státusz, amit ugye mondjuk Finnország esetében 45 óta garantálnak a nagyhatalmak, ez nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az állam fenn is maradjon függetlenként. Ausztria persze könnyebben beszél, hiszen nem határos Oroszországgal, tehát ők könnyen tartják az ő semlegességüket. Finnország azért szintén rendelkezik történelmi tapasztalatokkal. Meg azért Finnország, mikor még nem volt Finnország, része volt az orosz birodalomnak, és ugye 39 őszén az oroszok vagy szovjetek akkor éppen megpróbálták elfoglalni
ugye hát bizonyos területeket el is foglaltak, igen. De hát, hogy akkor azért a hatalmas Szovjetunió nem tudta elfoglalni a relatíve kis Finnországot, pedig azt hitték, hogy azt már ugyanúgy, mint most, hogy menetből legyen. Igen, hát a hadi helyzet nagyon hasonló egyébként a téli háborúhoz, ott is azt gondolták. Ez 39 ősszel, talán október-november, amikor kitűnt. Finnek is nagyon hasonló, illetve most az ukránok nagyon hasonló harcmodort vállaltak fel, mint annak idején a finnek, tehát nem vállaltak nyílt mezőn összeütközést, hanem általában kisebb ilyen reguláris, bár partizán hadműveletekre emlékeztető mozdulatokat végeznek, és látszik, hogy nem is tudnak nagyon vele mit kezdeni az oroszok, úgyhogy nem tudnak konkrétan előre nyomulni, ahogy egyébként Finnországban se tudtak. Igen. De ott azért ki még egyszer neki futottak, ugye volt ez a hát, első. Ez más szituáció volt, azért akkor egy világháború kellős közepén volt a Európa, úgyhogy nyilvánvalóan az egy másik helyzet volt, mint a mostani. Folytatjuk mindjárt a hírek után a beszélgetést Mitrovics Miklós történésszel, Lengyelország szakértővel itt a Klubrádió reggeli műsorában. Reggeli személy. Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő a vendégünk. A Lengyelországba azt hiszem közel 4 millió menekült érkezett, és elég sokan, ennek a jelentős része ott is maradt. Ráadásul ugye az előző években Ukrajnából már nagyon sok vendégmunkás került, Lengyelországban nagyon sokan dolgoztak. Ott hogyan tud Lengyelország segíteni ellátni ennyi embert, még akkor is, hogyha sokaknak vannak már ugye vendégmunkások, mert is rokoni, baráti kapcsolatai, a két nyelv között nincs akkora nagy különbség, hogy ne lehetne egy a hétköznapi módon kommunikálni, tehát nyilván egy csomó dolog egyszerű, de mégis hogy tud egy 40 milliós ország 2,5 budapestnyi embert ellátni? Igen, hát Lengyelország az első rendű célpontja az ukrán menekülteknek, az előbb elmondottakból ez teljesen világos, azért nyilván oda mennek a menekültek, ahova van még kapaszkodó nyelvi vagy kapcsolati háló. Én is azt gondolom, hogy a legtöbb az már az ott dolgozó. Egyébként nem hivatalos adatok szerint közel 2 millió ukrán is dolgozott már Lengyelországban a háború előtt. 2 millió igen. Dolgozott? Igen. Tehát Lengyelországból is egy óriási migrációs hullám szemtanúi voltunk már a 80-as években, aztán a 90-esben is, majd az uniós csatlakozás után is. Tehát munkaerőhiány pótlására a lengyel államnak, a lengyel gazdaságnak egyébként kitűnő az ukrán utánpótlás, hiszen pont a nyelvi közelség miatt viszonylag leküzdhető akadályokat meg tudják oldani, tehát hamar el tudnak helyezkedni még akár tényleg bolti eladónak, ápolónőnek, hát és a szakmákról nem is beszélve, tehát egy ukrán hamar tud kommunikálni. Magyarországon ugye sokkal nehezebb dolga van egy szlávnak, a magyar nyelv ugye mindentől teljesen elüt, úgyhogy nekik ez egy természetes utánpótlás volt. Tehát az ukrán menekültek jelentős része azt gondolom, hogy eleve a kint dolgozó család, akkor rokonok, ismerősök segítségével tudott elhelyezkedni, vagy náluk, vagy rajtuk keresztül szereztek szállást, viszont nagyon nagy tömeg él lengyel családoknál. Tehát nincsenek táborok, tehát nem táborokba élnek az ukránok, mint ahogy más háborúk esetén ez szokásos volt, vagy a szocialista időszakban, a szocialista országból ki emigrálók, diszidálók eleinte általában valamiféle táborban töltöttek el hónapokat, miután mondjuk valahol le tudtak telepedni. Ugye itt nincsenek táborok, nyilvánvalóan vannak segélyközpontok, de ezek nagyon nagy része lengyel családoknál él, és ugye ez egy jelentős megterhelés a mindennapi életben egy átlag lengyel családnak, még akkor is, ha nagyon szolidáris, és nagyon tiszta szívből csinálják, de hát akkor is el lehet képzelni, hogy ott van mondjuk egy 4-5 tagú család, plusz egy másik 4-5 tagú család, mondjuk a másik szobába, vagy a lakás másik felében, vagy a ház egyik másik részébe.
Tehát ez anyagilag de akkor ez is elég, meg... De akkor ez elég általános, tehát ez nem egy ritkaság. Nem, ez teljesen általános Lengyelországban jelen pillanatban, vagy hát az elmúlt 3 hónapban. Úgyhogy ez megterelő anyagilag is, meg hát pszichikailag is ez a helyzet, meg ugye hát azt, hogy nem lehet tudni, hogy ez meddig tart. Tehát ezt senki nem tudja megjósolni, sőt, hát azért egyre inkább úgy tűnik, hogy ez nagyon sokáig fog tartani. Akik ráadásul a Ukrajna keleti részéből jöttek, azok biztos, hogy nem fognak tudni visszamenni a lakhelyükre, még akkor sem, ha mondjuk holnap véget ér a háború, mert nincs hova. És hát még azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy közel 6 millió belső menekült is van Ukrajnába, tehát a keleti részekről, az ország nyugati részére menekültekről beszélünk, akik mondjuk eszkaláció esetén tovább jöhetnek még, ugye Lengyelország irányába főképpen, vagy hogyha tényleg véget ér a háború, azért itt egy óriási népesség mozgás lesz, és ugye infrastruktúra meg zéró. Tehát azt hiszem, hogy a Lengyelországban lévők jó helyzetben vannak, és ők vannak talán a legjobb helyzetben, úgyhogy azt gondolom, hogy nem ők fognak először hazamenni, tehát az ott létük az nagyon sokáig is eltarthat. Erre már vannak különböző javaslatok a lengyel kormány részéről, az Európai Unió felé is, hogy erre külön segélyalapot kellene létesíteni, hiszen nem tartható azért ez fél év, egy évig, hogy a családok a saját büdzséjükből tartsanak fenn családokat. Nyilvánvalóan idővel megpróbálnak elhelyezkedni azok az ukránok, akik munkaképesek, és annyira bírják már a nyelvet, vagy mondjuk ha angolul beszélnek, akkor persze sokkal könnyebb, mert akkor más munkákat tudnak vállalni. De azért ez nehéz ügy, és valószínűleg, hogy itt egy komoly Európai Uniós humanitárius segítségnyújtásra lesz szükség a nagyon közeljövőben Lengyelország számára. Kialakul itt egy ilyen tartósabb ukrán lét, már úgy értem, hogy mondjuk létrehoznak saját iskolákat, szervezeteket, politikai képviseletet, vagy még kevés idő telt el ehhez, vagy próbálnak feloldódni Lengyelország társadalmában, hogy képzeljük ezt? Igen, azt gondolom, és ez egy jó kérdés, mert ugye az előbb mondtam, hogy a lengyelek megbékéltek azzal, hogy ott vannak, ahol vannak, és létrejött egy homogén nemzetállam. Igen. Most ettől elbúcsúzhatnak, és valószínűleg, hát ilyet nem mondom, hogy történsz, hogy örökre, de nagyon hosszú időre elbúcsúzhatnak attól, hiszen itt már biztos, hogy nem fog visszatérni az etnikai... Tehát millió számra fognak és maradni. És nyelvi, homogén lengyel nemzetállam, tehát itt tényleg, hát millió, vagy minimum, biztos, hogy milliós számban fognak maradni ukránok, még akkor is, ha nyelvileg tudnak asszimilálódni, de azért vannak kulturális különbségek. Vallásbeli különbségek, hiszen nem római katolikusok, felteszem. Így van, hát most ugye azt látjuk, hogy ugye nagyon kevés pravoszláv templom van Lengyelországban, hogy katolikus templomokat bocsátanak a rendelkezésükre, hogy megtarthassák a miséiket. Tehát, talán görög katolikus még Nyugat-Ukrajnában hát, van. Kevés, de igen, de hát a többség pravoszláv, ortodox. És ezt látjuk, hogy a katolikus egyház is kiveszi a részét. Tehát ez egy... Tehát, hogy a katolikus egyház is segít. Igen, hát rendelkezésre bocsátják az ingatlanokat, a templomokat, az imahelyeket, tehát abszolút ott gyakorolják az ukránok a vallásukat. Tehát ez egy nagyon megváltozott Lengyelország, megváltozik valószínűleg a migrációhoz való viszonya is a lengyeleknek, amiben egyébként volt már... Bocsánat, hogy az ukránok befogadása az csak az orosz ellenességből következik? Tehát ugye az ellenségünk ellensége az a barátunk, vagy azért ez egy mélyebb kapcsolat, vagy az Ukrajnával, vagy az ukránokkal? Hát szerintem mélyebb is. Azért ne felejtsük el, hogy a 14. század végétől, amikor létrejön a lengyel-litván personálunió, Jagellók, ugye litván nagyfejedelemből lengyel király lesz, létrejön egy egységes állam, akkor már ugye a litván nagyfejedelemségé ez a régió. Beleértve a mai Ukrajna nagyon nagy részét is, meg az egész Belarus, mai Beluszt. Így kerül Lengyelország ide ebbe a térségbe egyáltalán. Na most ez az államalakulat ugye 1700-as évek végéig fennáll, tehát több mint 400 évig.
amikor egy államban él a lengyel az ukránnal. Majd egyébként utána is egy államban élnek, csak azt már orosz birodalomnak hívják, igen. De ugye megszállják nem csak az ukrán területeket a cári haderő, hanem a lengyel területek nagy részét is. Úgyhogy igazából 1914-ig, a háború első világháború kirobbanásáig, hát 1386-tól egy államban élnek. Tehát itt azért nagyon szoros történelmi, kulturális, nyelvi közelség, közösség van, még akkor is, ha ez számos konfliktussal terhelt kapcsolat, de mégis azért egy állam alakulat. És ugye ők is azt látják, hogy az ukránok sosem voltak oroszok kulturálisan és mentálisan, illetve ugye az ukrán nem egy birodalmi nép, az orosz egy birodalmi tudatú nép. Az ukrán az lényegében ugyanolyan, mint a többi közép-európai, az ő saját elbukott szabadságharcainak az emlékéből építette fel a nemzeti identitását, ami pluszba hozzájárul a 19. században, az lényegéből nyugatról jön. Ugye mondjuk Galícia az pont nem tartozott ugye az monarchiához. Tehát ez a Lemberg vagy igen, Lviv. De azért mondom, hogy nyugati kulturális hatások vannak, és ezek az elbukott szabadságharcok ugyanúgy jellemzik vagy a kozákokra, ha visszautalunk, egy például benne van az ukrán himnuszban is, ugye a kozák aranyszabadság, tehát ők mindig a társadalmi egyenlőséget, a szabadságot hirdették, tehát ez nem egy orosz, kulturálisan nem egy orosz világ, aki nem ismer mást, a szerencsétlen átlag orosz ember, csak az önként és a nagyapja is azt ismerte, meg annak a nagyapja is azt ismerte. Az ukránok nem, tehát közelebb állnak ilyen szempontból a lengyelekhez. Tehát van benne egy ilyen mélyebb, kicsit szentimentális, romantikus lengyel-ukrán etosz az egészbe, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy mégiscsak az játszotta a főszerepet, hogy az oroszok ellen harcolnak, és nekünk segíteni kell rajtuk, mint amikor 56-ban a magyarok az oroszok ellen harcoltak, akkor is a lengyelek nyújtották a legnagyobb segítségnyújtást a magyarok számára. Tehát bár mind a kétszer benne lehetett az, hogy volt egy, most talán még inkább egy ütköző állam, tehát akkor a Szovjetunió oroszok nem tudnak Lengyelországba menni, mert még valaki van közte, azt érdemes támogatni, hogy persze, fogja fel persze, az első van, csapást. Igen, mondom, van ez a szentimentális történelmi része, aminek azért szerintem van nem elhanyagolható hatása, de azért szerintem a lengyel politika mindig is nagyon pragmatikus volt abban, hogy tartsák távol Oroszországot. Tehát ez egy nagyon racionális alapokon nyugvó politika, nem valamiféle hajbókos, vagy nem tudom, egyszerű gyűlöleten alapuló dolog, hanem tényleg pragmatikus. Érdekes, amit mond az ukrán-orosz viszonyról, hogy lehet, hogy ezt Putyin nem tudta. Hogy azt gondolta, hogy majd ott vigyázmenetben, meg sóval, kenyérrel köszöntik a bevonuló csapatokat, miközben hát azért tudjuk, hogy mikor a Szovjetunióhoz csatolják Ukrajnát, akkor is nagyon komoly ellenállás van, és hát a második világháború idején is nagyon sokan, nem mint ez a történelem szép oldala lenne, de a felszabadítóként ünnepelték a bevonuló fasiszta, német fasiszta csapatokat. Aztán, hogy mi lett belőle, ott perceken belül az egy következő kérdés. Hát Oroszországban is azért a kurzus történetírás és az ideológiával való áthatottság az dominált, tehát az, hogy nincs orosz történész, aki komolyan foglalkozna azzal, hogy kik is az ukránok, és mi a történelmük, az egészen abszurd, de az a helyzet, hogy ezek a tények. Szóval igazából ebbe az orosz birodalmi narratívában mégis a cárok alatt is minden keleti szláv orosz, a kijevi rusz orosz volt, igazából ezeket a Moszkvától nyugatra élő keleti szlávokat csak megfertőzték a katolikus lengyelek, meg a nyugat, de ha ezt mi nagy oroszok róluk szépen lehámozzuk, akkor igazából kiderül, hogy hát itt semmi különbség nincsen köztünk. Ez a hit alapja, ami a valóságnak már a történelemben se felelt meg ennek a narratívának, de ez úgy látszik, hogy különösebben nagy zavart nem okozott. Mondjuk a háború második-harmadik napján már leeshetett a tantusz Moszkvában is, hogy itt nem elég, hogy az ukránok
nem várnak minket tapssal és virággal, hanem még az oroszul beszélő ukránok, vagy akár, nehogy Isten, oroszok sem várnak minket tapssal és kenyérrel és virággal, hanem beállnak harcolni, vagy ha nem akar harcolni, akkor viszont elmegy nyugatra. És nem, és az orosz nyelvű ukránok, vagy az orosz ukrán állampolgár oroszok nem Oroszország felé vették a sátorfájukat, amikor bejött az orosz hadsereg, hanem nyugat felé természetesen, tehát tökéletesen bizonyítja az elmúlt 30 nap, hogy itt semmiféle identitás, azonosság nincsen az orosz állam és az ukrán állam polgárai között. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy az ukrajnai állampolgárok egy nagy száma orosz anyanyelvű. Hát 8 millió körülbelül, háború előtt. Maga Zelenszky elnök is, még akik érten, vagy hallják, azt mondják, hogy még van egy kis orosz akcentus, amikor ukránul beszél, bár nem tudom, hogy van az ukrán és a orosz között akcentusbeli különbség, hogy lehet-e tényleg hallani, de ezt szokták rá mondani. Szóval, hogy ott elég sokan oroszok, hogy az idősebb értelmiségek egy jó része orosz iskolá, orosz egyetem, orosz nyelvű egyetemre tudott járni, bár volt ukrán felsőoktatás, persze, nyilván, de aki karriert akart, mégis oroszra járt. Szóval, hogy ott azért van az elmúlt, nem is tudom hány évnek, 80 évnek, 90-nek, akármennyinek, azért az oroszosított. Igen, de végülis a korábbi közvéleménykutatások is azt bizonyították Ukrajnában, hogy az ukrán állampolgárai, független attól, hogy orosz nyelvűek, oroszok, vagy ukránok, ukrán nyelvű ukránok, lojálisak voltak az államhoz, tehát soha nem mutattak ki a 30 év alatt olyat, hogy államellenes attitűd a lakosság bizonyos csoportjaiba. Tehát még a magukat orosz, etnikailag orosznak vallók sem mondtak soha olyat, hogy Oroszországhoz szeretnének csatlakozni, vagy önálló autonóm területeket szeretnének megszerezni. Ezek igazából ilyen oligarchikus szerveződések. Ugye az oligarchák Ukrajnában nem, tehát nem az állam szervezett saját oligarchát magának, hanem az oligarchák szervezik az egyes régiókat, és ők csinálják a politikát, tehát kicsit visszafelé van a dolog, és ugye ezek tehát nem... ez a kis, olyan, mint Magyarországon a kis királyok idején. Igen, és ugye ezek nem van egy-kettő országos jelentőségű oligarcha, de azért a többség regionális, tehát igazából ezek egy-egy régióban voltak a gazdaság és a politika urai. Tehát ilyen, és ezért így szerveződtek a különböző pártok is, mert nyilván egy-egy nagy befolyású oligarcha egy-egy régióba tudott egy pártot gründolni, vagy megtámogatni, hogy megnyerje a helyi választásokat. De valójában a lakosság részéről semmiféle szeparatizmust 30 év alatt nem mutatott ki, semmelyik közően kutató, tehát mindegy, hogy kinek dolgozott orosz pártiaknak, vagy nyugati megbízásra. Tehát igazából lehetett tudni, hogy lojálisak olyan szempontból az államhoz, ha nem is szeretik túlságosan, de nem akarnak Oroszországhoz csatlakozni. Ez lehet, hogy máshogy lett volna, ha Oroszország egy virágzó demokrácia az elmúlt 30 év. Hát ezért ez egy merész feltételezés. Hát igen, csak egy történész részéről. Igen, csak hát ugye persze, az, hogy egy ország vonzó-e, vagy éppen taszító, az azért nagyban függ attól, hogy milyen a belpolitikája, ott milyenek a lehetőségek. Most egy ukrajnai orosznak nem feltétlenül volt jó elmenni Oroszországba élni. Nem mondom, hogy nem mentek el moszkvai vagy pétervári egyetemre tanulni, mert nyilván elmentek. De ehhez mondjuk nem kell ukrajnai orosznak lenni, Magyarországról is valaki tanul moszkvai egyetemen, meg, vagy Péterváron, meg így volt eddig is, meg remélhetőleg így lesz a jövőben is, de nem választották tömegesen Oroszországot lakhelyüknél, és pont azért, mert egyébként azért Ukrajna mégiscsak egy demokrácia, ahol a politikai hatalmat azért le lehet váltani, meg lehet buktatni, ha más nem forradalommal, ugye kettő is volt. Igen. Az elmúlt 30 évben Oroszországban ugye semmiféle lehetőség nincs, de nem egy demokrácia, nem lehet leváltani a kormányt, nem lehet leváltani az elnököt. Tehát egyetlen egy példa se volt arra a 30 év alatt, hogy ott valamiféle központi akarattal ellentétes eredmény született volna bármelyik választáson. Tehát és ennek megfelelően a gazdaság is nagyon centralizált, és az állami
oligarchákhoz köthető minden. Tehát ez egy sokkal zártabb és szigorúbb világ egy ukrajnai orosznak is. Tehát neki sokkal jobb volt valószínűleg Ukrajnában élni, mint átmenni Oroszországba. Tehát nem vonzó. Lengyelország egyébként pont ezzel próbált az elmúlt 30 évben hatni ezekre a posztszovjet országokra. Ezt ki is mondták többször, hogy nagyon mással nem tudunk versenyezni, de hogyha azt mutatjuk az ukránoknak, beloruszoknak, hogy lehet csinálni normális kapitalizmus, normális gazdaságot, normális demokráciát, akkor talán előbb-utóbb önként válassza a belorusz és az ukrán nép ezt az utat. Hát ha van lehetősége önként választani, mert azért Belarusban se volt. Hát Belarusban ugye jelen pillanatban nincs, erről egyébként már a lengyel külpolitika is évekkel ezelőtt lemondott ilyen pragmatikus okokból, hogy láthatólag az egy orosz bábállam, és nincs esélye semmilyen befolyás gyakorolni az ott zajló eseményekre. Ukrajna viszont nem orosz bábállam, ott van esély arra, hogy befolyásolják akár a társadalmi közhangulatot is, hogy milyen irányba szeretnének menni. De hát az ukránok többször kinyilvánították, hogy ők azért az Európai Unió felé szeretnének menni. Hát úgy látszik, hogy Moszkvában ebben nem hajlandóak belenyugodni. Tudom, hogy ön napról napra figyeli fontos elemző intézeteknek, a háborút figyelő vagy elemző intézeteknek a jelentéseit, hogy hogyan alakul a dolog. Hát, tett már arra célzás, hogy ennek azért nem lehet nagyon hamar vége, de mégis, ha mer vagy tud mondani valami prognózist, mit lát ezekből az elemzésekből is, mint aki tényleg figyeli a napi eseményeket? Azért nem lehet nagyon hamar vége, mert ugye egyik fél sem hajlandó változtatni a célkitűzésein. Ugye az orosz állam, az orosz vezetés ugye kitűzte célul, hogy a Donbass teljes egészét, tehát nem csak azt a két fél megyét, ahol a szakadárok működtek, hanem azt a két egész megyét, illetve attól nyugati irányban az Azov tengerpartját elfoglalja egészen a Kanivi víztározóig, ugye ez pontos a Krim vízellátása szempontjából, ez ugye már Zaporizsia megye. És délnek, igen, és aztán ugye egész Herszonig, onnantól, tehát hogy ez biztos, hogy elfoglalja, és erről nem is hajlandó lemondani önszántából. De a másik oldal meg természetesen azt mondja, hogy egyetlen négyzetcentimétert sem adunk az oroszoknak, sőt, ebben az egyetlen négyzetcentiméterbe bele kell érteni a Krím teljes területét és a háború előtti szakadár területeket is. És hát itt azért nagyon kevés, ez belátható könnyen a kompromisszumkészség. Tehát amíg itt van fegyver, lőszer és katona, addig zajlani fognak a háborúk, ha nem, akkor viszont visszatér majd Európába a terrorizmus, mint annak idején volt IRA, meg ETA, most lesz ukrán terrorizmus, tehát az ukránok nem fognak lemondani ezekre a területekről, tehát ott nyugodt napok nem lesznek, ez ugyanúgy fog zajlani, ahogy, tehát ez nem a muszlim terrorizmus lesz, hogy felrobbantják a metrót, hanem ahogy... Mert nincs metró, már valószínűleg dombozva. Hanem ahogy az ETA vagy az IRA csinálta, hogy kinézik a helyi kollaboránsokat, kinézik a helytartókat, a katonatiszteket, és azokat fogják likvidálni sorra. Tehát ez simán benne van a pakliba. Ráadásul ez nemzetközi jog szerint nem terrorizmus, hiszen saját államok felszabadításáról szól az egész. Nyilván ezzel próbálna Putyin kész helyzetet teremteni, hogy Oroszországhoz csatolja ezeket a területeket, hogy mondhassa utána, hogy az ukránok orosz területen harcolnak, vagy hajtanak végre terrorista cselekményeket. Tehát ez egy nagyon hosszú, kilátástalan háború lesz. Annyi egyébként, bocsánat, az egész azzal lezárnám, hogy annyi talán már ebben a valami pozitívot akarunk látni, hogy végül is ez most már olyan területen fog zajlani ez az állóháború, ahol civil lakosság már szinte nincsen. Tehát ezek elnéptelenedtek, ezek a városok, akik vagy eljöttek nyugatra, vagy deportálták őket keletre. Erről elég keveset beszélünk, de hát itt már közel 1 millió ember deportáltak Oroszországba. Akikről nem tudunk semmit. Semmit az égvilágon nem tudunk. Szűrőtáborok vannak, férfiakat különösen nagyon ellenőrzik. Nem kizárt az se, hogy majd besorozzák őket valahova. Tehát a maradék
pedig hát meghalt a támadások idején. Tehát igazából itt elnéptelenedett városok vannak. Itt már lényegében lehet népszavazással előjönni, de nem lesz ki az urná, nem lesz, aki az urnához járuljon, mert mindenki legyen, aki számolja. Igen. Az már sajnos egy ilyen elég. Ma délután a CEU-n egy megbeszélést, konferenciát szerveztek, ahol többek közt ön is fog majd Eszbíró Zoltán történésszel a putyini Oroszországról beszélni, hogyha ennyit spoilerezhetünk, hogy miről lesz itt szó. Igen, ez a Progress Alapítványnak a rendezvénye. Igazából kaptunk felkérést részükről, Eszbíró Zoltán is, és jó magam is, hogy írjunk egy-egy könyvet. Ő a lengyel-ukrán háborúról fog nyilvánvalóan írni, én pedig a lengyel-ukrán háború? Bocsánat, már én is össze-vissza beszélek. Orosz-ukrán háborúról, én pedig a lengyel-magyarról, kettőt összevontam, mármint a lengyel-magyar kapcsolatokról, igen, nem a háborúról szerencsére. És ez egy kicsit ilyen előkonferencia, mert a könyvek igazából még csak íródnak, csak az volt az elképzelés, hogy most annyira összefonódik minden mindennel, hogy lehet, hogy ilyen beszélgetések, ilyen együtt gondolkodások segítenek az írásban, illetve hát, hogy egyáltalán, hogy ugye nagyon nehéz a jelen dolgairól írni, nyilván nem csak a jelenről fogunk írni, hanem az elmúlt 30 évről is, de nagyon nehéz, ugye nincs még történelmi kifutása a dolgoknak, hogy hogyan lehet egyáltalán értékelni az elmúlt 30 évet, és annak persze hát a könyv jelentős része nyilván a máról fog szólni. Ezt az egészet a történelmész azért szeret viszonylag távlatból nézni a múltra. Most ugye minden nap történelem, csak nincs meg a távlat. Sok minden átértékelődött az elmúlt 30 napban, vagy 3 hónapban arról, hogy amit gondoltunk mondjuk az elmúlt 30 évről, akár lengyel-magyar relációban is, sokkal jobban kijöttek az érdekkülönbségek, sokkal jobban úgy látszik most, hogy igazából mindig is léteztek érdekkülönbségek a két állam között, nem csak ebben a külpolitikában egyébként, hanem másban is. És hogy hogyan jön ebbe bele a lengyel-magyar barátság, ami ugye lényegében kormányzati szintre lett emelve az elmúlt években, és ennek azért jelentős kulturális lecsapódása is van, társadalmi együttműködések, testvérvárosok, testvérmegyei együttműködések formájában, hogy hogyan lehet ezt a lengyel-magyar barátság hagyományát egyáltalán összeegyeztetni ezekkel a nagyon fajsúlyos érdekkülönbségekkel. Tehát erről jó, ha így beszélgettünk, akár ilyen tágabb körben, mert ott mindig vannak olyan kérdések, amire én nem is gondolok, és akkor hát arra választ kell akkor adni a könyvben, vagy akár ott már a helyszínen, úgyhogy ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mondhatni egy ilyen workshop is egyben, hogy fejlesszük a saját szövegeinket. Mert ez akkor egy nyilvános rendezvény. Igen, abszolút, ma várunk mindenkit. 5-től a CEU Budapest Nándor utca 15-ös székházában, a Quantum teremben a Progress Alapítvány rendezvény, a házigazda a CEU Bibu István Szabad Egyeteme. Köszönöm szépen Mitrovics Miklósnak, hogy itt volt és elmondta, és akkor aki érdeklődik még, akkor az délután a CEU-n tovább hallgathatja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.